Valaki segítsen plakátolni, ha már ennyit csinál. A mai napig a Néprajzi Múzeum nem méltatta válaszra sem a nyílt levelünket, sem pedig a nyilvános vitára való felhívásunkat. A kordon, a cenzúra kordona azóta is ugyanott marad, ahol eddig volt, a cenzúra folytatódik. A Néprajzi Múzeum továbbra is korlátozza a diákok szabad művelődéshez és kulturálódáshoz való jogát. Dr. Kemencsi Lajos főigazgató személyesen felelős azért, hogy az alaptörvényt ilyen módon szegi meg. Ugyanakkor nem lehet érteni, hogy mi alapján történik a cenzúra. A kifejezetten színvonalas kiállításon, ami egy indián törzset és az aktivizmus mutatja be, olyan képet cenzúráztak, ami nem teljesen mesztelen kép férfiakat ábrázol, nem teljesen mesztelen nőket ábrázol, nem teljesen mesztelen férfiak és nőknek a halucinogén fogyasztását ábrázolják, mint a többi kép a kiállításon, hanem ilyen képeket cenzúráztak. Felszólítjuk tehát a főigazgató urat, hogy mivel nem távolította el a kordont, és továbbra is cenzúrázza a műalkotásokat a fiatalok elől, hogy mondjon le. Az Egységes Diákfront 2000 ilyen plakátot fog elhelyezni Budapesten és az országban. Egy szabad országban szabad az oktatás és szabad a művészet is. A rendőrség a múlt héten a szabálytalan múzeum látogatás miatt megvádolt engem. 80 000 forint bírságot szabtak ki, azért, mert nem kérdeztük meg a rendőrséget, hogy meglátogathatjuk-e a múzeumot. Ezt az ügyet mi a bíróság elé fogjuk vinni. Nem elég, hogy bizonyos műveket elzárnak a diákok elől, hanem most már a rendőrség engedélye is kell a múzeum látogatásra. Emellett már a több mint 40 diákot vegzál a rendőrség, több mint 40 diák ellen folyik eljárás. Ez egyértelműen a félelemkeltésnek az eszköze. Nem az alkotmány ellenes kordon ellen járnak el, hanem a diákok ellen. Nem a fehér galléros bűnözőket derítik fel, hanem a diákokat vegzálják. Ebből a folyamatból el sem lehet hinni, hogy mennyit plakátoltunk, de megcsináltuk. Tehát ez az a kép, amit nem láthatnak a diákok.